Sziasztok! Ez itt a Gőz, az elcigi tesztek, én pedig Charlie vagyok. A videót azért ezzel a gőzzel kezdtem, mert ez mostanában hatalmas nagy divat, hatalmas felhők, cloud chase, minimál ellenállás, lassan már a 2 ohmot is cikinek kell tartani, és ehhez mindenféleképpen szükség van egy felújítható kazánra, némi kézügyességre, hozzáértésre, illetve ellenőrzésre. Azok, akik nem éreztek magukban kellő kézügyességet, affinitást, viszont szerettek volna ilyen nagy gőzöket csinálni, azok nem igazán tudtak milyen készülékhez nyúlni egészen idáig. Most viszont itt van az Aspire-nek az Atlantis nevű kazánja, ami, pár találkozóra elvittem már. Mindenhol néztek, hogy ez nagyon beteg. Megnézzük közelebbről egyáltalán, hogy ez mit tud, és kinek lehet ez jó. Aztán megnézzük, hogy milyen produktumot tud kitolni magából ez a kis integrált kis ketyere. Nézzük. Itt van tehát előttünk az Aspire Atlantis. Akkor nézzük meg, hogy mit tartalmaz a doboz. Megtaláljuk benne magát a készüléket. Egy kis cetlit, hogy lájkoljuk őket. A dobozon hátul a hologrammos matrica és a már megszokott ellenőrizgetős, kapargatós rész. Ez a belső papíron, itt más nincs. A hátuljában pedig a doboznak találunk egy pót tankot, ez is pirex üveg, illetve egy pót kazánt, megpróbálom kivenni, ez az. Azért látjuk, hogy ez nem a kisebbik fajtából való. Ennyi van benne a dobozban, én ezt most félreteszem, nem lesz rá szükség. Nézzük magát a készüléket. Alulról haladjunk, egy 5-10 csatlakozó, ami sehogy nem mozog, fixen van. Látunk egy elfordítható levegőállítót, ez mindig bekattan a helyére, és ahogy látjuk itt az egész, hát kinek mi a pici, ehhez a készülékhez mérten ő a legkisebb, a nagyobb, széles, elmebeteg méret. Amit továbbá láthatunk, ezt széttekerem hozzá. Hogy itt van benne a kazán, ezt én most ki is tekerem. Így néz ki belülről a báziselem, és itt van az előbb már zacskóban látott kazán. Azt ugye láthatjuk, itt fütyül át rajta a levegő, megy be középre és föl a tekerésre, és itt van 1, 2, 3, 4 elég méretes lyuk, amin tudja szívni a likvidet, és ezen a részen fog a drippünk felé távozni. Gyakorlatilag most bemutatom, milyen az, mikor mondjuk elfárad a kazán, és cserélni kell, ugyanez a metódus, fogjuk, betekerjük, és ennyi. Ezt félre is helyezhetjük. Következő az a maga a palást. Ezt a palást elemet elvileg cserélni tudjuk, amit az előbb mutattam, a pótpalástot. Itt belül egy lemez van bevagdosva, és az feszül neki az üveg belső peremének, és ez tartja a helyén. Egyébként itt ezeken a korona részeken fog a likvid a kazánunk felé
áramolni. Ezt visszahelyezzük. Ennyi. Azt látjuk még, hogy van egy elég méretes drip tippünk, aminek az összeszerelése igen könnyű. Keresek egy flaska likvidet, ami most legyen egy 50-50-es akai, és ezt szépen itt a palást oldalára becsurgatom. A korona alsó részéig csurgattam be, ráhelyezzük az ilyen készülékeknél megszokott módon fejjel lefelé a báziselemet, és rátekerjük. Ugye itt is a már megszokott módon, ha új kazán cserélünk, akkor fejjel lefelé állítjuk, és úgy hagyjuk egy pár perc erejéig. Amíg ez iszik, addig mondjuk el róla, hogy mit lehet tudni. Ugye azt az előbb mutattam, 4 fokozatban lehet állítani a levegőzést, és ennek a tanknak 2 milliliter a kapacitása. A fémelemek, amiket láthatunk, ezek rozsdamentes acélelemek, az üveg pedig pirex, mint említettem. A mérete az így ezzel a gyári drip tippel, tehát ez 22-es készülékekre tökéletesen illeszkedik, és 66 mm hosszú. Az előző kis porlasztóján tudom megmutatni igazán, hogy miért is ez a hatalmas levegőjük, és hogy miért újdonság ez a készülék. Kibontjuk a zacsiából, mindjárt megkeressük vele a fókuszt, és már látjuk is, 0,5 ohm, még azt ráírták, hogy 20-30 watt, az nem is lényeg, most ezzel foglalkozunk, 0,5 ohm. Nem nagyon volt még ilyen kazán, ilyen kis előre tekert patron a kezemben, szerintem nektek sem. És amit a videó elején említettem, ugye, a szab-ohm. Ez olyan tekerés, amivel bárki ki tudja próbálni magát az egy ohm alatti világban. A készülék biztonságos, az integrált patron gyakorlatilag csak kicseréljük, hogyha elfáradt, és beleteszünk egy újat. Úgyhogy ezzel nekünk problémánk nincs, a tekerés mi nem tudjuk elrontani, csak egy megfelelő készülék kell hozzá. Jelen esetben nekem ez egy Vapor Shark 30 wattos boxmod lesz, és ezen fogjuk megnézni majd mindjárt, hogy milyen gőzt tud ez produkálni ezzel a kis integrált kazánkával. Lessük akkor meg. Tehát akkor kézben az Aspire Atlantis, egy Vapor Shark RDNA-n, ahogy nézem, ez most 0,6 ohmot ír, megpróbálom azért ott megpiszkálni, ami még emberinek tekinthető, 20 watt, azt mondja rá, hogy 3,6 volt lesz. Alakul, és ez még a legkisebb levegőzőjük volt neki. Én ezt följebb veszem a teljesítményét is, és a levegőjukat is kijebb nyitom, olyan férfiasra. Fölvettem 26 wattra, és egyel nagyobb levegőjük. Ez a fölülről a második legkisebb. Kezdünk betegedni. A legnagyobbal.
Ez egy cserélhető kazán. Nem újra tekert. Nem én tekertem. Nem én szórakozok vele. Megveszem a boltban, betekerem, és használom. 28 watton most, 4,2 volttal. Elmebeteg. Tegyük föl azt a 30 wattot, aztán lássuk, hogy 4,3 volton mit pirickázik. És még mindig egy ilyen kis semmilyen kazánról beszélünk, ami benne van. Nem görcsöltünk negyed órákat, hogy hogy tekerjük meg, nem csináltunk dupla paralel mikro dragon coilt. Ja, innen is csókoltatom rippet. Nem kell 0,2 ohm alá, nem kell 1 század ohmra, nem kell a tököm se tudja, hogy milyen alacsony ellenállásra lemenni a saját hülyeségünkkel és kézügyességünkkel korlátolva. Itt van egy fél ómos gyári kazán, amit a megfelelő készülékkel, hogyha nagyon akarjuk, még egy mehával is meg tudunk úgy hajtani, hogy ilyen gőzt adjon ki. A levegőzés az valami eszméletlen, tehát ez a legnagyobb levegőjukra van most nyitva. Levegőt is tudok rajta keresztül venni. Nekem tökéletes, viszont azért látszik, hogy a likvid rendesen fogy. Nincs égett ízünk, nem szenved az ember attól, amit a saját tekerésében esetleg el tud rontani. Mindig ugyanolyan, nem kell benne vattát cserélni, nem kell kiégetgetni a fűtőszálat. Megjegyzem, ez a tekerés, ez a kazán, ami most benne van, ezt körülbelül 3 hete használom, hát a többi készülékkel is ugye, folyamatosan felváltva, de hát egy olyan 15-20 tank ilyen űrmértéknyi átcsorgott rajta, az azt jelenti, hogy mondjuk, ha megszorzom 20-szal, akkor körülbelül egy olyan fél deci folyt. Várjunk csak, 2 milli, 20-szor, igen, annyi. Az annyit jelent, hogy egy olyan 40-50 milli folyt át rajta, és még mindig nem csökken a gőze és az íze sem. Bele sem merek gondolni, hogy mi lenne, hogyha ezt tiszta végével használnám. Ezzel az 50-50-es levessel egyébként nekem tökéletes volt, még a hidegben is, ugye, hogy az autóban használtam néha, na ott viszont nagyon vigyázni vele. Menet közben, forgalomban, lehúzott ablakkal csak és kizárólag, mert egyébként olyan ködöt varázsol az autóba, hogy lehetetlen tőle kilátni. Megpróbáljuk most direkt a kamerába. Na, hát ilyet. Úgyhogy azért ezzel csak óvatosan a forgalomban, vagy akármilyen járművön vezetve, vagy utasként is, mert ha ezt a vezető elé fújjuk, akkor lesznek még ott bajok. No, értékeljük ezt a kis motyót. Megnézem gyorsan, hogy megvan. Ez a készülék jelen pillanatban alig 12 000 alatta van egy picivel. Tehát 11 000 pár száz forint, a kazánja pedig 1500 forint. Számoljunk, mondjuk
Én azt mondom, cseréljetek ilyen kazánt, ne csak ezt használjátok, ez arra jó, hogy dilizzen az ember. Használjátok 2 hétig egy ilyen kazánt, az azt jelenti, hogy egy hónapban durván 3000 forintot költötök kazánra, a többit meg likvidre, ugye? Inni fogja rendesen, abban hiba nem lesz. Viszont megspóroltok egy csomó időt, energiát, ami azzal telne, hogy újra tekerjünk, próbálkozzunk. Én azért nem is mutattam meg, hogy hogyan kell ezt esetleg szétszedni, vagy mókolni, mert az az arszpoétikám, hogy ilyen kazánokat nem tekerünk újra. Ezeket, ha elhasználódott, kivesszük, eldobjuk, és beleteszünk egy újat. Ez a cél. Minél egyszerűbb üzemben tartás. Hogyha én ezt felújítgatom, elveszti pont azt a varázsát, ami miatt én ezt a készüléket szerettem. Az, hogy könnyű karbantartani, könnyű cserélni, és bődületes gőzt szolgáltat az embernek. Na, körülbelül ennyi, amit tudni lehet róla. És 30 watton sem érzem, hogy fogynának az ízek, hogy karamelles íze lenne. Nem, egyszerűen hozza azt, amit kell, a gőze az verhetetlen, ezt több találkozón is bebizonyította, amikor odaadtam vapertársaknak, hogy próbáljátok csak ezt ki, mi ez a szar. Beleszívtak, fújtak egyet, és azt mondták, hogy ez nem lehet igaz. De bizony, ez igaz, ekkora gőzt is ki lehet csikarni egy ilyen kis patronból, illetve ezzel a kazánnal. Úgyhogy szerintem menjünk akkor a pozitív és a negatív értékelésre. Negatív. Nekem jobban tetszett volna, hogyha mondjuk a középérintkezője rugós. Aztán negatív. Hát egy kicsit nagyobb lehetne az űrmérete, mert ez a 2 milli, ez pillanatok alatt el tud belőle fogyni. Negatív még. Más nincs. Pozitívat sorolok inkább. Pirex tank, szívhatunk ezzel bármilyen lötyit, akár fahéjasat, akár citrusosat, ha éppen az kell, ami tüdőbolyhocskáinknak. Óriási pozitívum, hogy lehet állítani a levegőzést, és nem a nagyon szűktől a majdnem tágig. Ez a Sabom Edition, vagy de nem is tudom, hogy hívhatom-e így, mindegy, én, nekem a fejemben így van ez a Sabom Edition. Ez ugye arra van kitalálva, hogy nagy gőzöket fújjon az ember, ahhoz nagy levegő is kell. Itt a legkisebb lyukkal is, most megnézzük a legkisebbel. A legkisebb levegőlyukkal is tökéletesen lehet használni. Pozitívum még. Iszonyat nagy az átmérője a dripnek, a belső átmérője, és attól függetlenül, hogy egy ógyűrű tartja, ez rendesen áll a helyén, nem zörög, nem lötyög, nem esik ki a helyéről. A Pirex üveget mondtam, pozitívum, ugye maga a készülékből adódik, hogy rohadt könnyű a kazánnak a cseréje, és még az is pozitívum, hogyha bármi történik az üveggel, akkor leejtjük, vagy itt tudom is én. Más nagyon nem történhet, mert hiszen a folyadéktól nem tud megrepedni. Ha baleset történik az üveggel, cserélni tudjuk azt is. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogyha esetleg úgy törik el az üveg, hogy magában a fejrészében, a nyakában ott a lemezek közé beszorul a törött üveg, azért azt óvatosan piszkáljuk ki onnan, nehogy elvágjuk a kezünket. Egyébként a készülékkel semmi probléma nincs, nem folyt alul a tömítés, ugye amikor rátekerjük, akkor nem a tömítésen van a menet, meg hát ugye üveg, nincs is rajta menet vágva, hanem ugye a kazánnak a felső peremén van a menet kialakítva, és az tulajdonképp a kéménybe tekeri be magát. Úgyhogy egy
egy tökéletes kis cloud chaser készülék kazánnal találkoztam. Én ezt javasolnám bárkinek a kísérletezgetés és próbálkozás útján, mint az, hogy vegyen egy felújítható drippert és azt próbálja megtekergetni. Itt ez jóval egyszerűbb és biztonságosabb véleményem szerint. Még egy utolsó gőz, és aztán el is köszönök tőletek. Számomra ez egyébként az ajánlott kategória. Ez a hatalmas gőz legyen veletek, remélem tudtam a videóval segíteni nektek. Sziasztok!